Modern körülmények, középkori köntösben, így néz ki Nagyecsed új rendezvénytere. A létesítmény infrastruktúrájában a mai kor igényeinek felel meg, külső megjelenésében viszont a hajdani ecsedi vár építészeti jegyeit hordozza. Az építményben egy szabadtéri színpadot alakítottak ki, melynek hátoldalán a település jelképe a turulmadár látható. A rendezvénytérre érkezőket kaputorony fogadja, a látogatók pedig a várfalat idéző kerítés falon lévő védőfolyosón is közlekedhetnek. Nem kisebb célt tűztünk ki magunk elé, mint hogy ezen a helyen, ahol valamikor a kastélynak a főépülete és a kastélykert és a várdom volt, ide visszacsempészszük ezt a valamikori ecsedi várnak a motívumait. Nyilván az eredeti állapotra esély nincsen, hogy ezt visszaépítsük, meg talán nem is lenne hiteles, de nem is az árat akartuk visszaépíteni, hanem magát, azt az objektumot és magát, azt a motívumot, amire jól esik ránézni, és azt mondhatjuk, hogy van egy új várunk itt Nagyecseden. A beruházás az immár 20 éves testvérvárosi kapcsolattal rendelkező Nagyecsed és Perecseny városok együttműködésében valósult meg. A települések célja a helyi kulturális és történelmi vonzerőkre alapozott rendezvényturizmus fejlesztése volt. Perecsenyben többek között a helytörténeti múzeum udvara újult meg, amelyet a szabadtéri rendezvények helyszíneként használnak elsősorban. A mostani projekt az Ukrajnával együttműködés egy mintaérték együttműködés, hiszen az Európai Uniós projekteknél most már kötelező elem is nemzetközibe ukrán partnert bevonni, ez a háború felzárkóztatása miatt van, úgyhogy köszönöm Perecseny polgármesterének az együttműködést, Kovács polgármesternek a 20 éves munkát, hogy azt a fajta határon túli együttműködést gyümölcsévé tudják váltani. Nagyecsed évszázadokon keresztül kulturális és gazdasági központként működött a vármegyében. A város nem csak történelmi múltjáról, hanem kulturális értékeiről is ismert. Néptánc hagyománya és a tradíciót ma is őrző együttese országszerte elismert.